Ezt a videót most december 21-én veszem fel, úgyhogy ezáltal is, hogyha most vagy utána nézed, akkor boldog karácsonyt szeretnék kívánni. Jelenleg én Spanyolországban most Valenciában töltöm a karácsonyt egyedül, és az a érdekes dolog, hogy ami a videóról is szól, hogy bárhova megyünk a világba, teljesen mindegy, hogy bárhova éljünk Magyarországon, Szlovákiában, külföldön, de magunkat mindig magunkkal visszük. Szóval ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy először saját magadnak kell boldognak lenned, saját magadat kell megszeretned, ahhoz, hogy utána igazán másokat is tudj szeretni, és meg tud nyílni mások felé is. A szeretet ünnepe ugyebár pedig arról szól, hogy ilyenkor a családunkkal vagyunk, együtt vagyunk, vagy hogyha ilyen helyen is külön vagyunk, hogy messze a családunktól, már nem én vagyok egyedül, aki külön tölti a karácsonyt a családjától, hanem nagyon sokan vannak a világban, akár Angliában, Ausztráliában, Amerikában, akik egyedül töltik a karácsonyt. Én magam döntöttem így, hogy nem megyek most karácsonykor haza, mert volt egy ígéretem magam felé, hogy akkor szeptember 30-án kiutazok külföldre, és csak májusban, 2024 májusában megyek haza. És ezt tartom, attól függetlenül, hogy karácsony van, vagy szilveszter, vagy bármi egyéb, ettől még így lesz. Ha megyek bárhova karácsonykor is, nem sokan vannak a hostelben is, ahol lakok, ugye bár több ember van, nem sokan vannak, akik ott karácsonyoznak, kb. Velem együtt ilyen 5-6 ember, ott is a világ különböző pontjaira, de főleg spanyol anyanyelvű országokból vannak a legtöbben. Szóval egyszer, mint száz, ha egyedül töltöd a karácsonyt, úgyis nagyon jól tud telni. Én is például most eljöttem egy botanikus kertbe, mert itt most már lassan 6 óra van, de még lássátok, hogy azért még nincsen sötét, és jó idő van, kb. Egy óra múlva lesz sötét, tele van az utca emberekkel, és nyitva van szinte minden, szóval bárhova tudsz menni, ilyen múzeumok meg ilyenek vannak zárva, de például a botanikus kert is nyitva van, és nagyon sok helyre el tudsz menni, szóval nem az van, mint sok esetben például Szlovákiában is mindent bezárnak, és akkor nincs nyitva, hanem itt tényleg a McDonald's-tól kezdve, ugye ez mindig nyitva van, de hogy a éktermek, a kávézók szinte ugyanúgy működnek, mint bármi más napkor. Itt főleg 25-én, 26-án ünneplik a legtöbb esetben, de 24-én még ugye vasárnap teljesen minden nyitva van. Ha bárhova is jársz, bárhol is jársz a világban, és most úgy, mint én is, nem másokkal, nem a családoddal töltöd a karácsonyt, hanem teljesen egyedül, akkor ugyanúgy fel tudod magad találni, ugyanúgy jól tudod magadat érezni, és bárhol vagy a világban, hogyha magadat szereted, akkor mindig jól fog tudni magad érezni, mindig jó lesz a hangulatod, mindig érzed azt a, úgymond azt a belső békét, amire szükséged van ahhoz, hogy aztán az életbe, meg a vállalkozású bizniszbe is megfelelő döntéseket tudj hozni, amik majd előre lendítik az életedet. Jó, boldog karácsonyt még egyszer, töltsd ezt az időt a családoddal, a szereteiddel, vagy saját magaddal, de mindig figyelj arra, hogy önmagaddal rendben legyél, ez a legeslegfontosabb.